Sziasztok! Élette vagyok, a palettamániás. A mai videónk alkalmával pedig egy igazi, erősen őszi témával jöttem nektek. Vagyis az Essence Pumpkin kollekciójával, ami brutál őszi színeket tartalmaz, és amiből majdnem az összes terméket megvásároltam, mínusz a körömlakok, mert arra nekem egyáltalán nincs szükségem, és azzal nem tudnék egyáltalán semmit kezdeni. És hát a mai videóban igazából ezt a három terméket fogjuk letesztelni, mert a rúst azt végül is nem kentem fel, mert az árnyalt az nekem nem passzolt az egész sminkhez, illetve még ezt az ajakmaszkot sem raktam fel videóba, mert ezt majd egy ilyen esti csillezős tévénézős programomhoz szervezem kipróbálni, maximum Instagramon hozok nektek visszajelzést róla, de nem gondolom úgy, hogy ez az ajakmaszk egy kifejezetten olyan nagyon-nagyon durván izgi dolog lenne, csak érdekesnek tartottam és gondoltam, hogy ha már volt reakció a Müllerbe illomó napok alatt, akkor megvásárolom ezt is, de amit a mai videóban úgy Isten igazából látni fogtok, az a sütőtökös paletta, azokkal az igazi őszi sütőtökös árnyalatokkal, és ez az ajakolaj, és ez a nagyon-nagyon fura szemhétus, ami ilyen ecsetes, és ilyen icipici kis tégely van hozzá, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy mi a véleményem ezekkel a termékekkel kapcsolatban, illetve, de nem utolsó sorban kíváncsiak vagytok magára a sminkem elkészítési folyamatára, akkor tartsatok velem ez alkalommal is. Az arcomat előzetesen megtisztítottam, majd mindazt a melléket ábra mutatja, kiragasztottam a cicás éveket vasítépszalag segítségével, és hát ehhez a sütőtökös kollekcióhoz leginkább narancssárga, vagy bronz, vagy egyéb ilyen terakottás színvilágú vasítépszalag passzolt volna, de mivel hogy ilyen nem volt a kollekciómban, ezért választottam egy aranyat, mert talán ez áll a legközelebb a palettánk, illetve a kollekciónak az árnyalataihoz. Plusz a palettában egyébként van középen egy aranyszínű szemhépudér, szóval, hogy ez még úgy csak-csak elmegy, és Urban Decay Primer Potion Original verziójú szemhébázis is felkerült, úgyhogy sütőtökös, eszences paletta, és próbálom úgy mutatni a kamerába, hogy a ring light fénye miatt ne égesse ki a szemeteket. Csodálatosan néz ki ez a paletta, nagyon kicsi és kompakt, esetleg ilyen utazóbarátnak is mondanám, mert könnyen el lehet rakni, viszont ilyen kartoncsomagolása van, ami számomra sokkal szimpatikusabb, mint egy műanyag csomagolású paletta. Én, hát, hogyha azt kellene mondani, hogy karton, műanyag vagy egyéb csomagolás, én a kartoncsomagolású szemhépúder palettákat kedvelem a legjobban, mert szerintem ezek a legesztétikusabbak. És hát ilyenek az árnyalatai a palettánknak. Láthatóan sütőtökös őszi vibe-ja van ennek az egésznek, szóval, hogy a sminkünk is természetesen ilyen lesz. És egyébként természetesen vörös paróket választottam mindehhez. Azzal fogunk kezdeni, hogy hát szomorú, de bele fogok menni ezekbe a kis gyönyörűséges sütőtök lenyomatokba, mert a matt peneken, három matt penen van ilyen kis cuki sütőtök lenyomat, és nagyon-nagyon jól néznek ki ezek a kis lenyomatos penek, mindaddig, amíg valaki el nem kezdi használni a palettáját, szóval onnantól kezdve ezek rövid időn belül eltűnnek. Sajnos, amit bánok, de hát nem azért vettem a palettát, hogy csak nézegessem, úgyhogy fogunk egy E27-es kis satírka ecsetet a Sigmától, és a legvilágosabb ilyen tökös árnyalatunkkal fogunk kezdeni. És én őt fogom felvinni igazából, hát mindenhova. Mindenhova felviszem, ahova a szemhébázis került, mert ez fogja lefixálni nekünk a bázisunkat, és ez ad alapot az egésznek, amire majd rádolgozunk sötétebb árnyalatokkal, és igen, kivágunk majd Cat Crease-t is, de akkor első körben ez a kis cuki sütőtök motívum most sajnos vagy nem sajnos, de hát el fog tűnni nekünk. Mondjuk viszonylag egész szépen kidomborították, úgyhogy talán még egy-két használat után nem fog eltűnni, de akkor lássuk ezt a szemhépúdert. Meglepően jól pigmentált árnyalatról van szó, ezért teljesen nem vittem le a szemöldököm alatti részhez, mert oda vigyük fel most ezt a fényes árnyalatot, amit oda kitaláltam. Legvilágosabb fényes árnyalat ez a kis szirmos márvány mintás pen,
ami itt van, és ehhez fogunk egy Turbus Timish Short Shader ecsetkét, és szemöldököm alatti részre fogjuk ezt fölvinni, plusz a belső szemzugba is, hogy kivilágosítjuk ezzel a szemsminket. És ezt egyébként csináltam volna első lépés gyanánt is, de azt hittem, hogy kevésbé lesz pigmentált ez a világos tökös színünk, úgyhogy meglepve vizsgálom magam így a tükörbe, hogy mennyire jó az az árnyalat, és hogy milyen jó pigmentáltsága van, úgyhogy eddig ez egy brutálisan nagy pozitív pont a paletta javára, de akkor lássuk azt a kis highlightos árnyalatunkat is. Ujjjj! Hát ez kicsit sötétebb, mint amennyire én gondoltam, úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyire volt jó ötlet ezt a szemöldököm alá fölvinni. Na mindegy, most már fölvittem. Maximum egy kis highlighterrel majd ki fogom világosítani, de ez valahogy nem tűnt ugyancsak ennyire pigmentáltnak, úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok lepve, hogy mennyire pigmentáltak ezek az árnyalatok. Amúgy olyan, minthogyha ez a kis círmos pen a korábban használt tökös matt árnyalatunknak a fényes verziója lenne, mert hogy színügyileg teljes mértékig stimm a dolog, és olyan, minthogyha ugyanaz az árnyalat lenne, hogy így felvittem a szemhéjamra. Na de mindegy, majd kihozunk ebből valamit. Akkor a belső szemzugba nem fogom felvinni. Maradjunk a szemöldököm alatti résznél, elől az árnyalathoz, és ha a belső szemzugba, akkor majd mindenképpen valami highlightert viszek, mert ez számomra legvilágosabb árnyalatnak is túl sötét, úgyhogy következő, amin ugyancsak egy kis tök van, és ugyancsak matt, és talán így ebből a szögből láthatjátok, ő a második legsötétebb matt árnyalatunk, és ez már ecsetet fogunk váltani egy kisebb fejű söti ecsetkére, ez az E42 a Sigmától, és megpróbáljuk őt felvinni a mi tővonalba. Aztán, hogyha nem lesz elég sötét, legalábbis ahhoz képest, amit én elterveztem a fejembe, akkor majd még a harmadik legsötétebb matt árnyalatunkat is felvisszük a mélytőbe, de egyelőre megpróbálkozunk ezzel. Ez az árnyalat pont annyira volt sötét, hogy egy szép átmenetet képezzen a következő színünkhöz, amit ugyancsak a mélyítőbe fogok felvinni, viszont ezt kicsit vékonyabb vonalba, hogy szépen meglegyen az a kis fokozatos átmenet. És harmadik, hát az az igazság, hogy két opció is van ez a leginkább sütőtökös narancssárga árnyalatunk, illetve van ez a kis terrakottás, és nem vagyok biztos benne, hogy én most ezt a narancsos sütőtököset szeretném használni, mert a paróka, amit kiválasztottam, az inkább ilyen vöröses terrakottás, úgyhogy szerintem ez lesz az, amit végül is a mélyítővonalba fogunk vinni. És egy teljes kártkrízt szeretnék majd kivágni, ahol majd a külsővében a legsötétebb, az ez az ilyen feketés, barnás, lilás, hát ez a legérdekesebb szín az egész palettában, szóval azt is szeretném mindenképpen használni. Úgyhogy most maradunk szerintem ugyanennél a kis aprófejű satírkácsetnél, és az egyetlen olyan matt árnyalatban, amiben nincs tökös motívum, abba fogunk belemenni, és ugyancsak a mélyítővonalba fogjuk felvinni. Pontosan ilyen hatást szerettem volna elérni, és az az igazság, hogy ez a három matt árnyalat, amit eddig használtam a palettából, ezek brutálisan jól működtek, és határozottan meg vagyok lepve. Illetve amikor először ránéztem ennek a palettának a színárnyalataira, úgy gondoltam, hogy ezek olyan nude-ok. Mármint nem is értem, miért gondoltam nude-nak ezt a palettát, egyértelműen, hogy nem nude, ez ilyen tökös színeket tartalmaz, és eddig nekem ez, amit látok, nagyon tetszik. És most fogunk kivágni cut-crease-t, és most kerülnek majd fel a fényes árnyalatok is a mozgó szemhéjom részére, illetve a kivágott cut-crease-ra. És ehhez nem fog kelleni nekünk éppenséggel fehér bázis, úgyhogy megfogjuk a Pale Whisk-nak a 01-es ilyen világos bőrszínű bázisát, és ezt fogom felvinni cut crease gyanánt. Ehhez pedig fogom a kis szokásos macska nyelv Sigma E70-es cut crease kivágós korrektor ecsetemet.
Muscat Grease pipa, és színátmenetesen szeretném az árnyalatokat belerakni a sminkbe, és bár aranyszínű a vasítév, legnagyobb valószínűséggel a mai sminkünk nem fog aranyat tartalmazni, mert leginkább ezek az ilyen burgundis árnyalatok vonzanak engem. És szerintem a mozgó szemhéjomnak hát ugye feléig fel fogom vinni ezt, amit ugye a szemadagam alá próbáltunk felvinni, de ahol egy kicsit sötét volt. Úgyhogy megfogom ugyanazt a kis short shader Timitől, amit oda használtam, és akkor ezt az árnyalatot fogom felütögetni a cut crease-es részünknek a első felére. Maradunk ugyanennél az ecsetnél, és folytatólagosan fog következni ez a sötétebb ilyen vöröses téglás árnyalatunk. És ezen a ponton jövök rá, hogy lehetséges, hogy ezt a lilás, feketés valamit, azt majd alulra fogjuk felvinni, mert nem tudom most valahogy az így tetszik nekem, úgyhogy lehet, hogy a felső részre nem fog felkerülni. Oké, szerintem a felső részünk az ilyen lesz. Most valahogy ehhez van kedvem, ezek a színek inspiráltak meg, és majd az alsó részre fogom felvinni ezt a lilásat, mert mégiscsak nagyon különleges, és szerintem sokat fog majd dobni a sminkünkön. Illetve majd, ha eljutunk odáig, akkor van nekünk ez a szemhétusunk, és ezt pedig normál szemhétusként szeretném majd felvinni erre a részre, úgyhogy így talán... Legalábbis a fejemben, hogy elképzeltem, szuper lesz a smink, de majd meglátjuk. Most kamerán kívül ugyanezt, amit itt csináltam a cut crease-szel, meg a színekkel, megcsinálom a másik oldalon is, és utána visszatérek. És most eltávolítjuk a vasítép szalagokat. És boldogan nyugtázom, hogy nem történt túlzott a nagy lehullás. Hát láthatjátok, hogy azért egy minimális igen. De ahhoz képest, hogy maguk a matt árnyalatok például, és most gondolok kifejezetten erre a sötétre, ami ugye végsősoron felkerült nekünk a mélyítővonalba, ez azért egy viszonylag sötét árnyalat, és mégis a lepergés az viszonylag minimális volt. Szóval az az igazság, hogy összességében így a matt árnyalatokkal is, meg a fényes árnyalatokkal is brutál elégedett vagyok, főleg ahhoz képest, hogy milyen ár-érték arányú ez a paletta, meg hogy mégiscsak egy eszences drogériás márkáról és egy eszences drogériás palettáról van szó. Úgyhogy eddig én ezzel a palettával brutál meg vagyok elégedve, de majd még ezt a sötét lilát, ilyen paddizsán lilás feketét fölvisszük ugye alulra. Viszont most el fogok tűnni egy kicsit nektek, úgyis csak egy pillanat a vágás hatalmának köszönhetően, de megcsinálom az arcomnak az alapozását, korrektorozását, púderezését, tudjátok mindent, ami nem a kollekcióval kapcsolatos, és akkor visszatérünk, folytatjuk a szemsminket, illetve vannak nekünk ugye ajaktermékeink is, plusz amit említettem, ez a különleges kis szemhéttus, úgyhogy lesznek még itt izgi dolgok, nem sokára folytatjuk. És itt vagyok újból, mutatom a termékeket. Alapozóból ezt a Colourpop-os Pretty Fresh terméket vittem fel az arcomra, aminél az volt a terv, hogy ez majd hidratálni fog, mert hogy eredetileg ő egy hidratáló primer, és említettem már több korábbi videómban, hogy mostanában küzdök itt a bal szemem alatti kis száraz folttal, és itt most zárójelesen megjegyezném. Ha bárkinek volt már hasonló problémája, hogy itt a szeme alatt ilyen kis száraz rész jelent meg, akkor írja meg nekem, hogy milyen krémet használt rá, amitől elmúlt, mert én mostanában próbáltam már többfajta ilyen arckrémet felkenni rá, de teljes mértékig egyik sem segít igazán, úgyhogy ha van tippetek, annak nagyon örülnék, hogyha mondanátok egy-két krémet, ami úgy tényleg működhet erre az egészre. Gondolkoztam már azon is, hogy gyógyszertárba kikevertetek valamit, de írjátok meg, hogy ti nektek, hogyha volt hasonló, akkor mi vált be rá. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogyha tudtok nekem ebben segíteni. Én mostanában teljes mértékig tanástalan vagyok, és hát láthatjátok, hogy magát a sminkelési élményt is elrontja ez az egész, mert hát nagyon-nagyon csúnyán néz ki, olyan, mintha lenne valami furcsa kis
kis bőrizém ott, mindegy. A másik szemem az még egész tűrhető, úgyhogy most is, amikor befotózom a sminket, akkor a jobb szememet fogom befotózni. Mostanában amúgy is tanulgatom, hogy hogy tudok jobb szemet befotózni, nem csak balt. No de, alapozó. Szeretem ezt az alapozót, igazából túl sok jót meg rosszat nem tudok róla mondani. Nem mondom, hogy egy kedvenc alapozóm közé tartozik, de nem is utálom, ezért van még benne a kollekciómba, és most valahogy hozzá volt kedvem, mert úgy gondoltam, hogy ha ezt viszem föl, akkor talán minthogy hidratáló alapozó majd valahogy jobban fog működni a szemem alatti része. Nem működött jobban, úgyhogy erre mindenképpen valami speciális krém fog kelleni, aminek magasabb a zsír tartalma, és segít majd ezen, úgyhogy most azt vadászom, hogy mi lesz a megfelelő krém a szemem alá. De ettől most térjünk el. Egyébként korrektort is fölvettem a Kolourpopnak, a No Filter korrektorát. Ez az egyik kedvenc korrektorom. Ezt már többször mondtam nektek, úgyhogy most ezt nem fogom megint túlmagyarázni. Az arcomra, ami felkerült, elsőként lefixáltam az Essence mattító kiszórós, ilyen transzparens púderével az egész arcomat, és ebből az All About Matte fixáló púderből, ugye nekem van kőpúderem, meg van ilyen kiszórósom, és alapvetően, hogyha kevés időm van, akkor a kőpuder felé vonzódok, meg az sokkal egyszerűbb felvinni, de belső mazoista énem imádja ezeket a kiszoros pudereket, és nagyon szeretek velük szórakozni, meg utána fekete pólóimat így söpörgetni, hogy ne legyen tiszta a fehér, mint hogyha korpás lennék, de egyébként szeretem ezt a puder, szerintem drogéria szinten úgy árérték arányban tök jó. Aztán highlighterként felvittem az ELF-nek a White Gold árnyalatú ilyen kis, hát mi ez? Ilyen tök érdekes felülete van. Egyébként az ELF-nél van Baked égetett highlighter. Ez szerintem, bár nem fut úgy, mint égetett highlighter, szerintem valamilyen szinten ez is az. Minden esetre egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a highlightert, és nem tudom, hogy hol lehetne még beszerezni, úgyhogy túlzottan nem ajánlgatom. Még amikor volt itt nálunk a Müllerbe, még mielőtt kivonult volna az ELF. Én bevásároltam, ugye több ELF-es dolgot, volt már ilyen márkatesztelős első benyomásos videó, és azóta van meg nekem ő, és egyébként azóta többször használtam már, nem mondom, nekem bevált, és én tökre szeretem. Másik olyan dolog, amit nagyon-nagyon szeretek, és én még jobban is szeretem, mint a highlightert, ez a Beauty Bay-nek a pirosítója, peachy árnyalatba. Életem egyik legmenőbb barackos pirosítója, aminek tényleg olyan intenzíven, erőteljes és pigmentált árnyalata van, és szerintem azért a mellékelt ábra jól mutatja, hogy ez mennyire szuper termék, és nem kell belőle túl sokat felvinnem ahhoz, hogy ilyen hatást tudjak elérni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, mert egy egyszerű mozdulat, és már tök szép pirosítást tudok végrehajtani vele, nem kell vele hosszú perceken keresztül szórakoznom és eldolgozgatnom, úgyhogy ez a peachy-s, Beauty Bay-es pirosító brutál jó cucc. Több pirosítót még nem próbáltam a márkától, mert a többi árnyalat annyira nem volt az én árnyalatom, de ezt javaslom és én imádom. Aztán bronzosítani pedig a Juvia's Place bronzosító palettájával tettem. Ez a light árnyalatban van meg nekem, és ebben kettő van. Van egy ilyen hidegebb, ami inkább egy kontúr árnyalat, és van ez a tényleges bronzer árnyalat. És én most ezt a bronzer árnyalatot használtam, és szépen összetudtam dolgozni a pirosítással, úgyhogy mind ezzel, mint a pirosítóval, mint a highlighterrel, mint ténylegesen mindennel totál meg vagyok elégedő, és én nagyon szeretem ezeket a termékeket, úgyhogy most ezt így nem fogom tovább túlmagyarázni. Szemöldökömre pedig a palettánknak ezt a tök jó kis sötét téglás színét vittem fel, mert ez pontosan ugyanolyan vöröses téglás, mint a paróka, amit kiválasztottam, úgyhogy ennél szuperebb már nem is lehetne a szemöldököm. És ezen a ponton, illetve miközben én a szemöldökömet csináltam, akkor jöttem rá, hogy van nekünk egy ajakolajunk ebből a sütődögös kollekcióból, amit már a videó elején fel kellett volna kennem, hogy mire eljutunk a rúzsozásig, mert hogy van egy rúzs is. Addigra ez már valamennyire beivódjon, de hát ami késik nem múlik, föl fogjuk most kenni, és egyébként én őt már szagoltam, és nagyon-nagyon kellemes ilyen, hát nem is mondanám amúgy sötőtök illatúnak, viszont
Viszont nagyon-nagyon jó illata van neki. Ilyen... Hát, nem tudom. Valakinek megvan, vagy szagolta már ezt a terméket, akkor mondja meg szerintem, milyen illata van. Azt mondanám, hogy valamennyire érzem rajta a sütőtököt, de olyan, mintha a sütőtököt összekeverték volna ilyen barackos papajás valamivel, mert azt is érzem rajta, de egyébként nekem ez az illat, ez első osztályú, de akkor most őt fölviszem a vajkaimra, és utána folytatjuk. Ez marha szuper dolog. Remélhetőleg, mire eljutunk a matrúzsig, kevésbé fogja majd kiszívni az ajkaimból az életet. És most visszatérhetünk a szemsminkünkre, és befejezhetjük az alsó részét. Kis lilás, padlizsános árnyalatunk, és egy kicsi ecsetke. Ez a Stigmától az E21-es ilyen apró fejű színfelhívő ecset. És arra gondoltam, hogy most nem fogom kihúzni, mostanában nagyon rákattantam az alsó ilyen fordított tusvonalra, amikor így kihúztam a színt, de most nem fogom kihúzni, mert hogy ténylegesen tust is fogunk használni, úgyhogy csak simán megfogom ezt a kis padlizsánlilás feketés akármilyen árnyalatunkat, és ő fog felkerülni az alsó szemhéjamra. Hát, nem is tudom. Legalább egy kicsit elvonta ez a kis feketés valami a szemem alól a hibáról a figyelmet. De nem vagyok benne olyan nagyon-nagyon-nagyon biztos, hogy ez egy olyan túlzottan jó ötlet volt. Ahogy felvittem, egyáltalán nem tűnik padlizsálilának, sőt, inkább tűnik ilyen fura barnás feketének, de a szemhétus, hát ez a cucc, amit majd mindjárt felviszünk, vagy megpróbálunk felvinni, talán kicsit segít, és akkor a cicás így meg mindenki fog jönni. Ezt mutattam már nektek a hol videóba is, hogy ilyen kis ecset van a végén. És akkor van az aljában egy ilyen kicsi tégely, ebbe van benne a tus. És hát amikor először így próbáltam a kezemre kihúzva, akkor nekem ez nem tűnt valami túlzottan pigmentáltnak, de most úgy egészen működőképesnek tűnik, ahogy így beletuszmékoltam az ecsetet. Megpróbálok ezzel egy kis lettaféle citás tusvonalat kanyarítani, aztán meglátjuk, hogy sikerül, vagy hogy nem sikerül a dolog. Szóval, vagy fél óra szenvedés után sikerült ezt elkészítenem, amit láthattok tusügyileg. A szimmetriát azt hagyjuk, és az a fej, az az ecset, ami benne van ebbe a tusba, nem alkalmas tus ecsetnek. Túlságosan nagy feje van ahhoz, hogy szép vonalat lehessen vele húzni, vagy legalábbis arra a fajta tusvonalra, amit én szeretek, ugye erre a vastagabbra, aminek szépen így ilyen kis cica farkacskája van, arra ez a fej nem alkalmas. Viszont rájöttem arra, hogy mire tudom majd de mégis használni, mert azért mégiscsak, ha már megvettem, akkor szeretném is használni. A vízvonalamra. A vízvonalamra felvittem, és nekem sokszor írtátok már, hogy próbáljak ki ilyen krémes, tégelyes jellegű szemhétust a vízvonalamra, hát ha az kevésbé fog lejönni itt a kis síros részen, és amióta felvittem, hát azért látom, hogy ez is csak így le akar jönni, de talán mintha egy fokkal feketébb lenne, mint egy átlagos szemceruza, úgyhogy szerintem én ezt a terméket, ezt szemceruzának fogom használni, legalábbis az alsó vízvonalamat fogom majd vele megcsinálni, hogyha ilyen erőteljesebb, feketébb hatást akarok elérni. És hát ez alkalommal is sikerült azért erőteljesen durulni, ha már a szemsminkről van szó. Én amikor leültem ide, nem gondoltam volna, hogy ilyen szemsminket fogok csinálni. Tehát most erre mit mondjak? A valódi belső énem az most újjong, mert ez a fajta szemhéjtus az, amit én a leginkább imádok a világon. És tudom, hogy sokakban ez már megbotránkoztató érzést vált ki, meg az is, hogy ilyen feketés a szememnek az alja, de én egyszerűen
imádom ezeket a fajta dárkos szemsminkeket, és hogyha csak egyfajta tust viselhetnék mondjuk egész életemben, akkor nekem ez lenne az a tus vonal, meg az a tus, értitek, amit én mindig viselnék. Úgyhogy igen, végül is vissza a gyökerekhez. Próbálkozok mostanában azért másfajta sminkeket is készíteni, hogy ne legyen túl uncsi, és ne legyen túl sablonos az egész sminkelésem, meg a csatorna, meg minden, de összességében én ezekben a fajta extrémebb tusokban érzem magam a legjobban. És akkor most jön az, hogy már csak egyetlen termékünk van, a rúzs. És nekem ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, hogy mennyire fog passzolni a sminkünkhöz, avagy mennyire nem, meg hogy egyetlen fogom-e használni. Hát ilyen árnyalata van, ami egyébként nekem a full kedvenc, favorit nude árnyalatom, amit imádok hétköznapokra használni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokszor fogom ezt a rúst használni. Viszont ez egy ilyen narancssárgás smink, és a vörösporkámmal, meg ezzel a narancssárgás szemsminkkel, ez a rúzs nekem valahogy nem. Úgyhogy ne haragudjatok meg, de őt ma nem fogom felvinni a szemsminkemhez, ennek ellenére biztos vagyok benne, mert egyébként ez az az árnyalat, amit imádok. Csak nem ehhez a szemsminkhez. Szóval választani fogunk egy másik rúst. És nekem van egy ilyen brutál, sütőtökös árnyalatú rúzsom, amit mindjárt megkeresek. Ez a Lime Crime Metallic, hát ilyen metálos kollekciójából van, amit már nem lehet kapni, úgyhogy ezt így úgy nézzétek, hogy ilyet már nem tudtok beszerezni, viszont én imádom ezt a rúst. És mostanában, hogy elkapott ez a sütőtök láz, sokszor viseltem a hétköznapok alkalmával is, mert annyira, de annyira őszi sütőtökös ilyen tökös árnyalata van, és egyébként az a neve a rúzsnak, hogy Spiced Pumpkin, szóval, hogy fűszeres sütőtök, úgyhogy őt fogom felvinni az ajtajúra, de még mindig van rajta olaj, úgyhogy letörlöm előtte, és amúgy azt vettem észre, hogy ez az olaj színezett. És méghozzá ilyen száj pH értékére változó színezete van ennek az olajnak, mert amikor felvittem, akkor nem volt ilyen rózsaszintől az ajkam. És magában a tégelyben, mármint ebben a kis dologban benne van, ebben is ilyen narancssárgásnak tűnik, de viszont az ajkaimon meg ilyen rózsaszín lett, ilyen tök kellemes szájszínű rózsaszín. És ahogy most letörlöm, nézzétek csak, a vattapamacsom is rózsaszín az árnyalat. Úgyhogy ez egy olyan ajakolaj, ami beszínezi a használó egyének az ajkát, és olyan pH értékre változó cucc, amiket én úgy nagyon-nagyon szeretek. Úgyhogy most letöröltem, és akkor felviszem ezt a fűszeres sütőtök Lime Crime rúst. Annyira brutálisan imádom ezt a rúst. És annyira brutálisan bánom, hogy kivonták már ezeket a metálos Lime Crime folyékony rúzsokat a Lime Crime hát kínálatából, mert már őket nem lehet kapni. Nekem van több árnyalatom is, és kedvenc folyékony rúzsaim. És hihetetlen kényelmes őket viselni. De nem folytatom, mert senkiben nem szeretnék olyan érzést kelteni, hogy vágyakozzon egy olyan termék után, amit már nem tud megvásárolni. És a folyékony rúzs, az ilyen applikátoros folyékony rúzs, az pont az a termékkategória, amiből én használtat nem vásárolnék, és titeket is arra kérlek, hogy ilyen termékben ne vásároljatok használtat, mert nem valami higiénikus a dolog. Na de, ezzel el is készültünk a szemsmink, szegés sminkkel, úgyhogy már csak a paróka felaplikálása és a végeredmény megvizsgálása következik. Visszatértem, brutál klassz meg minden, de elfelejtettem a szempillaspirált, úgyhogy most ezt nagyon gyorsan pótolni fogom, és utána vizsgáljuk meg a végeredményt, meg összesítjük a gondolataimat a termékekkel kapcsolatban. Mit szóltok, ha letesztelünk egy új spirált? Úgy gondoltam, hogy mivel hogy ennek a Lovely Volume Booster szempillaspirálnak ilyen narancssárga csomagolása van, ami úgy az egész mink tematikához egészen passzolna, így próbáljuk ki őt. És őt azért vettem, mert ugye több Lovely ilyen szilikonsört és spirált vásároltam,
És ezeket le szeretném tesztelni, úgyhogy most ez az első benyomásom lesz erről a spirálról. Ez a szempéras spirál nem rossz, de nem is jó. Úgyhogy ilyen... első benyomásom alapján annyira nem vagyok tőle elájulva, de még fogom tesztelgetni úgyis, mielőtt majd azt a bizonyos lovely szempéras spirálos tesztvideót, ilyen összehasonlításos, beszámolós videót fogom nektek hozni. Mindegy, ezt is kipróbáltuk. És akkor ez lenne most már ténylegesen az elkészült végeredmény, és én amúgy teljes mértékig szerelmes vagyok ebbe az egészbe, meg úgy ebbe az őszi tematikájú pumpkin hangulatba is. És maga a paletta, ami ugyebár az egész kollekciónak a sztárja, a fénypontja, ha csak egyetlen dolgot szeretnétek megvásárolni az egész sütőtökös kollekcióból, akkor én azt javaslom, hogy a palettát vásároljátok meg. Nem fogtok csalódni benne, mert a minősége az hozza azt a színvonalat, amit én speciál elvártam mostanában ilyen eszences termékektől, meg úgy amúgy is egészen jó minőségűnek gondolom. A matárnyalatokkal is tök jól tudtam dolgozni, a fényesek is tök szuperek voltak, úgyhogy egy rossz szavam nem lehet a palettára, és egyébként nekem nagyon-nagyon tetszenek az árnyalatai, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy így őszre többször fogok vele sminket készíteni, mert mondom, nekem ez most nagyon nagy szerelem, és egyáltalán nem csalódtam benne, úgyhogy őt mindenképpen javaslom, hogyha egy kicsit is szemeztetek a kollekcióval, és még meg tudjátok vásárolni. Sajnos ugye ez egy ilyen limitált kollekció, ezért is próbáltam minél gyorsabban hozni vele videót, hogyha szeretnétek megvásárolni, de mondjuk nem voltatok biztosak abban, hogy jó a minősége, vagy bármi így visszatartott titeket ezzel kapcsolatban, és lehetséges, hogy most én vagyok, aki megadja az utolsó lökést, ha kicsit is gondolkoztatok rajta, akkor vásároljátok meg, mert ténylegesen nem fogtok szerintem a minőségében, meg a színeiben, meg semmibe csalódni, mert egy nagyon szuper kis palettáról van szó, egy igazi kis őszi sütőtökös paletta. A többi termék viszont, hát amit egyáltalán nem javaslok, az ez a szemhéjtus, mert most, hogy így megvizsgáltam ugye az alsó vízvonalamat is, ahova felvittem, ott sem működőképes a történet, úgyhogy még alsó vízvonalra sem jó. Most ettől függetlenül nem fogom azonnal a kukába dobni, meg fogok vele próbálkozni a mazoista perceimbe, hogy mit lehet belőle kihozni, de hogy az az ecset, amit hozzáadnak ehhez a termékhez, és ami végsősorban maga a termék is, mert úgy csinálták meg, hogy az ecset a terméknek a nagy részét képezi, az nem jó. Legalábbis arra, hogy valaki egy szép tusvonalat húzzon vele, arra ez a nagy ecset nem alkalmas. Ez inkább egy szemöldök ecsetnek felel meg, vagy én még mondjuk alsó vízvonalra, illetve nem vízvonalra, az alsó szemhéjamra szoktam hasonló ecsettel szemhéjpudert felvinni, de hogy a tus ecsetnek ez nem. A tus ecsetnek egy kisebb fejű ecsetre lenne szükség. Nagy valószínűséggel ki fogom próbálni magát ezt a cuccot, amit az aljában lévő kicsi tégelyben van, egy olyan tus ecsettel, ami már bevált számomra, hogy azzal, hogy tudok dolgozni. Az, hogy alsó a vízvonalamra biztosan nem fog működni, úgyhogy igen, őt nem javaslom. Szerintem ő olyan szempontból egy felesleges pénzkidobás, hogyha már van a kollekciótokban mondjuk tégelyes szemhéjtus, akkor ezt felesleges megvásárolni. Én azért vettem meg, hogy egyrészt ki tudjam nektek a majdnem teljes kollekciót próbálni, ugye a körömlakokon kívül minden ilyen sütőtökös kollekciós dolgot megvásároltam, de szerintem rá nincs senkinek szüksége, akkor már inkább egy tégelyes szemhéjtust vásároljatok, hogyha ki szeretnétek ezt a fajta formulát próbálni. Nem. Ő nekem nem, egyáltalán nem. Hát maga az aljakolaj amúgy nekem tök jól működött, meg tetszett, és éreztem azt a hidratáló hatást.
az, hogy még színezte is az ajkaimat, és ugye egy pH-ra változott, az meg kifejezetten tetszik, mert őt lehet használni akár egy ilyen hétköznapi kis ajaktermékként is, hogy fölviszed őt az ajkaidra, kicsit beszínezi, nem lesz olyan túlzottan kirivalkodó, meg feltűnő árnyalata az ember szájának tőle, mégis ad egy kis plusz, szóval, hogy ez a olyasmi, mint a szád színe, csak egy kicsit jobb, egy kicsit erőteljesebb, arra szerintem ez egy tök jó kis termék, és nagyon-nagyon jó illata van, úgyhogy őt javaslom. Illetve a rúzzsal kapcsolatban nem tudom azt mondani, hogy javaslom, és azt sem, hogy nem javaslom, mert nem vittem fel az ajkaimra. Maga az árnyalata nagyon tetszik, de nem gondolom úgy, hogy ebbe a sütőtökös kollekcióba egy ilyen nude rózsaszín árnyalattal kellett volna előrukkolni, mert bár ez tökéletesen hétköznapi árnyalat számomra, de én valami narancsosabb, terrakottásabb sütőtök árnyalatú rúst szerettem volna ebbe a kollekcióba kipróbálni. És már nekem több ilyen árnyalatú rúzsom van, ettől függetlenül persze fogom használni, mert mondom, ez pont az én ideális hétköznapi rúzsárnyalatom, de jobban örültem volna, hogy ha már egy ilyen pumpkin kollekciót kihoznak, és ha már ennyire brutál jól sikerülnek a palettának az árnyalatai, akkor valami ehhez színben passzoló rúst raktak volna a kollekcióba, és nem egy ilyen nude rózsaszínes, úgyhogy igen, ezzel kapcsolatban egy kicsit negatívan vagyok. Hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy ti is élveztétek, mert én nagyon izgatott voltam emiatt, amúgy maga miatt, a kollekció miatt is. Úgyhogy én nagy örömmel ültem le és vágtam bele. Kicsit szétszórt vagyok, ezt láthatjátok, hogy elfejtettem az ajakolajat időben felrakni, meg elfejtettem majdnem a szempillaspirálozást is. De végsősoron ezt is összehoztuk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Esetleg bármelyik termék megvan nektek, bármelyik termékről van véleményetek, azt osszátok meg velem, illetve a komment szekciót olvasókkal is, úgyhogy írjatok nekem, illetve másoknak is kommentet. És kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban is a véleményetekre, hogy tetszik a sminkem. Tudom, a szemhétus az nem fog mindenkinek tetszeni, ezért teljes mértékig tisztában vagyok, mert amikor ilyenfajta tusokat, vagy még ennél durvábbat is viselek egy-egy videómba, akkor azzal kiszoktam némely egyéneknél verni a biztosítékot, és jönnek azok a kommentek, hogy mi az a rusnyaság a szemed alatt, meg ilyenek, de én imádom azt a rusnyaságot a szemem alatt, úgyhogy igen. De hogyha nektek nem tetszik, írjátok meg nyugodtan, szólásszabadságban, nem fogom kitörölni a negatív kommenteket. Már amióta elkezdtem videózni, elhatároztam, hogy nem törlök ki egy kommentet sem, még akkor sem, ha negatív, maximum, vagy ha hatalmas, orbitális, nagy hülyeséget ír valaki, akkor törlöm ki. De igen. Úgyhogy írjátok nyugodtan, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Találkozunk legközelebb, ami jövő szerdán fog megtörténni. Addig is legyen nagyon szép napotok, reggeletek, délelőttetek, deletek, délutánotok, estétek, éjjeletek. Én Letta voltam, sziasztok!